tavalyi képe. És már itt is emeltem Bakos Gábor, az arckiállításnak az alapítója. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Ja, az egyik alapítója. Az egyik alapítója, bocsánat. Mi a idén a mottója az arckiállításnak? Az lett a mottója, hogy te miben hiszel. Tehát nem is a mottója a kiállításnak, hanem a pályázatnak, hiszen ezt a kiállítást ugye egy nyílt, bárki számára elérhető pályázat előzi meg, amit hát most meg nem tudom mondani, hogy mikor, de hogy május vége felé írtunk ki, ez lezajlott, volt egy zsűrizési folyamat, és akkor ennek következtében majd most pénteken nyílik a kiállítás. Miért pont ez lett egyébként a motto? Mindig próbálunk valami olyan általánosabb, hogy mondjam, témakört megjelölni, amit azért egyrészt kommunikációval, másrészt szöveggel aktualizálni lehet. Nekünk az a mondjuk így küldetésünk, vagy az a dolgunk, legalábbis magunk számára ezt találtuk ki így évek során, hogy nekünk reflektálni kell a jelen koordinátákra, és arra kell biztatni a pályázókat, és hát a jelen koordináták mentén nem csak biztatni kell, hanem föl kell, hát szóval aktivizálni kell a potenciális pályázókat, hogy aztán ennek következtében a nézők is jöjjenek. Tehát, hogy a jelennel dolgozunk. És úgy érzed egyébként, hogy sikerült ezt elérni? Hány darab pályázó érkezett, vagy küldte a pályázót? A pályázót azt nem tudom, mert azt nem néztem meg, mert van olyan pályamunka, amit adott esetben többen csináltak. Azt mondom, nem is tudom, hogy van nyertes is, amelyiket ketten készítettek. De nem merültem el, hogy hány pályázó van. Pályamunka 1100 valamennyi érkezett. Hány lesz kiállítva majd? Hát olyan 100 körül. Most meg nem tudom pontosan mondani, de tehát ilyen 80 körül vannak az egész méretes plakátok. Tehát ez a bizonyos 238x504-es centiméterben értendő plakátok, képek, és van egy válogatás plakát is, amin kb. 20 pályamunka látható, tehát valahogy így. És ha jól látom, akkor idén el fog maradni a kiállítás életi óriás plakát kampány. Ez minek köszönhető? Nem tudom, hol látod. Elmaradt egyébként, tehát sem a pályázatnak nem volt, sem a kiállításnak nincs köztéri kommunikációja, mert nem csak óriás plakát létezik. Hát így alakult valamiért sem a közterületi reklámszövetség, sem a egyes köztéri kommunikációs cégek valahogy most nem támogatnak minket. Hát erre persze van magyarázat. De arra most nem fog fényderülni. Hát unalomig volt ez, hogy mondjam, rákcsálva az elmúlt években, de akarod, elmondom, tehát elmesélem, hogy mi a feltételezés, illetve hogy mi történt velünk. Hát hiszen volt egy, két évvel ezelőtt volt egy olyan pályamunka, ami kifejezetten egy bizonyos céget érintett, illetve Simicska Lajos személyét érintette, és a zsűri, ugye, amely zsűriben egyébként egy-két fővel veszünk részt az arc részéről, egyébként olyan szakemberek, saját területüket hitelesen képviselő emberek vesznek benne részt, úgy, mint mit tudom, művészettörténész, designer, reklámos, író, szociológus, társadalomtudós, STB. És ők úgy döntöttek, hogy ez a plakát bekerül, egyébként velem együtt, és hát aztán, amikor arra gondoltunk, hogy a partnerünk, akiket ez érintett volna, akivel egyébként korrekt kapcsolatunk volt a vezetői szinten, megmutattuk nekik ezt a képet, hogy hát jó, ha tudják, ez kint lesz a téren. És akkor ebből lett az, hogy hát ez a kép nem lehet kint, ami ugye egyértelműen cenzúra. És akkor mi ebbe kénytelenek voltunk belemenni, hogy nem rakjuk ki, mert különben nem lettek volna oszlopaink abban az évben, és mármint a kiállításon oszlopaink, ezek a bizonyos klasszikus hirdető oszlopok, és aztán közzétettük online, és mindenféle, tehát sajtótájékoztatón elmondtuk ezt az eseményt, tehát erre nem vállaltunk kötelezettséget, mert az arcnak ez fontos értéke, hogy
igyekszik a lehető legtranszparensebb, igyekszik a lehető legszabadabb felület lenni, és semmiképpen nem akarunk semmilyen pályamunkát eltitkolni, vagy pláne, amit a zsűri beválasztott. Úgyhogy röviden ennyi. Értem. Nektek egyébként mennyire nehéz az kiválasztani, hogy melyik kép, vagy mi alapján, hogy melyik kép kerüljön kiállításra? Hát mi ezt nem, ahogy mondtam, nem mi választjuk ki, hanem zsűri választja ki, amiben mi képviseltetve vagyunk. Milyen díjak lesznek majd most? Ez a hagyományos díjak lesznek. Első, második, harmadik helyezett lesz egy úgynevezett borzdíj, tehát a legkedélyborzolóbb alkotásnak járó díj, és lesz közönségdíj. Ezen kívül lesz még egy külön téma, az egyik legismertebb gazdasági heti lap a HVG-vel közösen csináltuk ez a Tények mögött a lényeg című pályázati kiírást, és ott annak lesz egy díjazása, illetve lesz egy civil szervezeteknek, szervezeteket népszerűsítő díj, ami ugye a plakátra vonatkozik, tehát be kellett mutatni civil szervezeteket, és ezzel kapcsolatosan lesz a díj. Ezek lesznek. Izgalmasan hangzik. Ez egész pontosan akkor meddig lesz majd megtekinthető? Most pénteken 5-től, emlékeim szerint 21-ig. Fantasztikus. Gábor, nagyon szépen köszönöm.